Az aszpartámot július közepén a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a WHO. De mi is az aszpartám? Egy mesterséges édesítőszer, amit a 80-as évek óta széles körben használnak az élelmiszeriparban. A cukornál mintegy 200-szor édesebb, viszont kalóriatartalma alacsony. Találkozhatunk vele diétás üdítőkben, rágókban, de akár a kávénkat is édesíthetjük vele. Az új kutatási eredmények ellenére az aszpartám fogyasztásának határértékét nem módosították. Továbbra is testsúly kilogrammonként 40 mg-ban megengedett mennyiség. Vendégünk dr. Kúja András, szia! Szia! Sziasztok! Először is tisztázzuk azt, hogy az mit jelent pontosan, hogy lehetséges rákkeltő kategóriába sorolták az aszpartámot? Igen, ez most nagyon sok kérdést így felvetett az elmúlt hetekben. Az Egészségügyi Világszervezetnek van egy ilyen nemzetközi rákkutatási ügynöksége, ami lényegében azzal foglalkozik, hogy folyamatosan nézi, elemzi a kutatási eredményeket, publikációkat, és ez alapján az egyes összetevőket, vegyi anyagokat, akár foglalkozásokat besorolja bizonyos kategóriába, hogy mennyire valószínű, hogy rákkeltőek. Ilyen kategóriából 4 van, van egy egyes kategória, amiben olyan anyagok tartoznak, amik bizonyítottan, emberekben is bizonyítottan rákkeltőek. Ide tartozik például a radioaktív sugárzás, a dohányzás, alkoholfogyasztás. És a kettes kategóriából van 2, egy A kategória, ami lényegében ide olyan anyagok tartoznak, amelyek emberekben, emberi kutatásokban bizonytalanok kicsit az eredmények, viszont állatokban megerősítették azt, kimutatták, hogy rákkeltő. Vagyis állatoknál nagyon erős bizonyítékok állnak rendelkezésre, embereknél pedig elégtelenek a bizonyítékok. És van egy 2B kategória, ahol emberekben is és állatokban is bizonytalanok az eredmények. És lényegében ebbe a kategóriába került be az aszpartám, mert volt egy francia kutatás, ahol megnéztek sok 100 000 embert, és azt látták, hogy akik édesítőszereket fogyasztanak, azoknál 1,15-szörös a daganatok előfordulásának a kockázata, vagyis egy nagyon minimálisan magasabb. De csak hogy viszonyítani tudjunk, kérlek mondj néhány olyan dolgot, amit ugyanebben az aszpartámmal egy kategóriába soroltak. Mondok egyel magasabb kategóriájút először, például a műszakrendben való dolgozás és az éjszakázás az 2A-ba tartozik, sőt a forró italoknak a fogyasztása is 2A-ba tartozik. Na, a 2B-be tartozik például az aloe vera, mert hogy annál is kimutatták, hogy nagy mennyiségben állatoknál a teljes aloe vera levél fogyasztása az akár rákkeltő. Ezzel picit már most elvesztük az élét, nem? Ennek a óriási lufinak, ha szabad ezt így mondani. Egy kicsit túl volt fújva ez a dolog. Igazából jó volt ez megfogalmazva. Én is nagyon figyeltem arra, hogy most a komban azt mondjam, hogy lehetséges rákkeltő kategóriába sorolták. Igen, igen. Ez egy elég bizonytalan kategória, és azt az ajánlást, hogy 40 mg per testsúly kilogram fogyasztása még biztonságos, azt meghagyták. Ez azt jelenti, hogy egy 70 kilós embernek körülbelül 10-12 dobozos üdítőt kellene meginni a minden nap, hogy már az ajánlott mennyiség fölött legyen. Úgyhogy valójában ez nem annyira vészes, sokkal jobban oda kellene figyelnünk például az éjszakázásra, vagy akár az alkohol és dohányfogyasztásra, mint mondjuk erre. Ugye az aszpartám az egy édesítőszer, és nagyon sokan követik azt az életmódot, hogy ha nem is nagyon figyelnek oda mondjuk magukra, de megvonják maguktól a cukrot, és esetleg édesítőszeres üdítőket vagy ételeket fogyasztanak. Ez hosszú távon egyébként mennyire egészséges, hogy édesítőszert viszünk be cukor helyett a szervezetünkbe? Ezzel kapcsolatban nemrég jött ki az Egészségügyi Világszervezetnek egy ajánlása, ami azt mondja, hogy az eddigi kutatási eredmények alapján az édesítőszerek fogyasztása nem segíti hosszú távon a fogyást, sőt, akár elhízáshoz is vezethet, és inzulinrezisztenciához is. Mert az inzulin felszabadulás a szervezetben, ami ugye lejjebb viszi a vércukorszintet, az több szinten működik. Például, amikor édes ízt érzünk, akkor is kicsit megugrik az inzulin szint, és ezek a kalória nélküli édesítőszerek lényegében folyamatosan átverik a szervezetünket, úgyhogy én azt mondanám, hogy ha lehet, akkor kerüljük ezeknek a édesítőknek a fogyasztását. Ugye a szóban forgó üdítőgyártó cég kampányában azt hallottuk, hogy aszpartámmentes, viszont gyümölcs cukrot tartalmaz. Nem, bocsánat, ez egy másik, tehát ez hogy másik. Van ilyen is, meg van olyan is. Van ilyen is, meg olyan is, de ugye gyümölcs cukor sem feltétlen, sőt,
nem egészséges. Igen, a gyümölcscukor az egy érdekes anyag. Ugye a kristálycukorban, amit fogyasztunk, abban is lényegében van egy gyümölcscukor, mert két molekula összekapcsolódásából jön létre, glükózból és fruktózból. A fruktóz az a gyümölcscukor, a glükóz pedig a szőlőcukor. Viszont a fruktózt a szervezet kicsit nehezebben tudja felhasználni. Egyfelől az izmaink, az agyunk nem tudja közvetlenül energiatermelésre fogyasztani, ezért a májunknak át kell alakítani, és ez egy két lépcsős folyamat. És az első lépcső az teljesen korlátlan, viszont a második lépcsőnél ott szűk a keresztmetszet, és energiahiányos állapotba kerülhetnek egyébként a máj sejtjeink, mert az első lépésben úgy kell elképzelni, hogy a máj sejtben van egy csomó elem. Abból tartja fenn magát, és ad egy elemet a fruktóznak. És a következő lépésben visszaveszi azt az elemet, viszont hogyha nagyon sok fruktóz érkezik be egyszerre, akkor az összes elemet kiosztja, és a saját működésére már kevesebb energia marad. Ezen kívül a fruktózból a szervezet, a máj nagyon könnyen csinál zsírt, és zsírrá alakítja, ami utána a zsírraktárokban elraktározódik, vagyis ilyen szempontból a fruktóz nem egy ideális energiaforrás számunkra. Vagyis ettől is csak hízunk? Igen. Úristen, tehát pont fordítva van, mint ahogy azt elképzelünk, vagy ahogy ez az agyunkban van, hogy majd de ez biztos, hogy cukormentes. De nagyon jól van eladva. De most szerintem egy ország teszi fel a kérdést, hogy akkor... Akkor mit? Mit? Pontosan, mivel édesítsünk? Igen. Nagyon lelombozó válaszom lesz. Én azt mondanám, hogy próbáljunk kevés cukrot fogyasztani, és az édesítőszereket is kerüljük. Egyébként érdekes dolog, hogyha kevesebb édes ízt fogyasztunk, akkor a kevésbé édes dolgok is édesebbnek fognak tűnni, mert a szervezetünk, ahogy a szagokhoz, úgy az ízekhez is képes egy kicsit hozzászokni, és ezért vágyunk egyre édesebbre. És hogyha kicsit visszábeszünk, akkor az addig kevésbé édesnek érzett dolgok is tök jó édesnek. Ez egy nagyon jó tanítás egyébként. Igen, de szoktuk azt, vagy van olyan, szerintem mindenkivel előfordul, hogy egy kicsit olyan kívános, hogy valami édeset kívánok úgy evés után, akkor ezt hogy lehet egy picit csökkenteni, ezt a vágyat? Hát van erre valami megoldás? Én gyümölcsfogyasztást ajánlennék, nem gyümölcsleveket, mert egyébként iszonyan sok cukor van egy gyümölcslében, 100 milliben van 9 gram, szóval hogyha megiszunk egy liter gyümölcset, abban akár 90 gram cukor is lehet, ami azért elég sok, úgyhogy teljes egész gyümölcsök fogyasztás az egy tök jó megoldás erre. Kipukkasztottuk a lufit, és szerintem most András segítségével azért egy pici utat azért mutattunk. Kevesebb cukor. Ez egy jó megoldás lehet. Együnk gyümölcsök. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam.